A magyar földműveseket védi az új földtörvény. A mezőgazdaságban nem okozott nagyobb kárt a májusi vihar Dunaújvárosban. Számos fejlesztés valósulhat meg a római város részben. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Az új földtörvény a magyar termőföldet védi és a magyar földműveseket hozza előnyös helyzetbe. Azok vehetik meg a földeket, akik helyben laknak és ott gazdálkodnak. Az új földtörvényt eddig számos támadás érte. A közelmúltban életbe lépett az új földtörvény, amely elsősorban a szántóföldek és a termőföldek tulajdonszerzési jogáról rendelkezik. A kormány május 1-én kiterjesztette a zárt kertekre is a földtörvényt. A DSTV-nek telefonon nyilatkozott egy névtelenséget kérő férfi, aki nem érti, hogy egy kis hobbitelekre miért vonatkozik ugyanaz a szabály, mint a termőföldekre. Az az igazság, hogy nem földet akartam vásárolni, hanem egy kis hobbitelket. Tehát én azt gondolom, hogy az ember nem földre vágyik, legalábbis mi, hanem egy kis telekre, ahol a saját kis szabadidőnket el tudjuk tölteni, és a saját kis gyümölcsöt, zöldséget tudjuk elfogyasztani. Én a nehézséggel akkor tapasztaltam, amikor ugye a nagy körbejárás után döntést hoztunk, hogy melyik kis hobbi telek mellett döntünk, és az ügyvédnél szembesültünk, hogy ez a földtörvény, ez sajnos a hobbi telekre is vonatkozik, mivel ez nem egy belterületen lévő kis telek, hanem egy külterületen lévő zárt kert. És ez nagyon nagy döbbenést okozott, nem csak a mi részünkről, hanem az eladók számára is döbbenetes volt, hogy milyen procedurát ismertetett az ügyvédnő. Mint kiderült, a tulajdonszerzési eljárás az árkertek tekintetében is sokkal hosszabbá vált, több hónapig elhúzódhat. Igen, hát azzal meghosszabbodott, nem minden szerződésnél, de az adásvételi szerződésnél meghosszabbodott azzal, hogy nem csak kifüggeszteni kell, hirdetményi úton ugye közölni kell a szerződést az elővásárlásra jogosultakkal, hanem a hatósági jóváhagyáshoz ugye a megyei földhivatalnak is meg kell küldeni, és ezzel a résszel, ami a jóváhagyáshoz tartozik, azzal meghosszabbodik az eljárás. Tehát eddig is 60 napra ki kellett függeszteni a települési jegyzőknél, ugye, hogy az elővásárlásra jogosultak értesüljenek róla, ez volt a hirdetmény úton történő kézbesítés, de most emellett ugye a megyei földhivatalok, mint mezőgazdasági igazgatási szervek hatóságilag jóvá hagyják ezt a szerződést, aminek a közreműködői lesznek majd a helyi földbizottságok, akik állásfoglalást adnak ki, és úgy kerül majd vissza az eladóhoz, vagy az eladó ügyvédjéhez, aki utána tudja csak az ingatlan nyilvántartásba átvezetés végett a tulajdonszerzést kérni. A földtulajdonosok és a földvásárlók további kifogásai között szerepel még, hogy a törvény rendkívül leszűkíti a vásárlásra jogosultak körét. Eddig a jogi személyeket kivéve minden magyar állampolgárnak alanyi joga volt földet vásárolni. Most több millió lehetséges vevőköre néhány tízezerre szűkült. Az új földtörvény célkitűzése, hogy a magyar föld magyar kézben maradjon. Az a lényeg, hogy ne aprózódjanak el a telkek, hanem inkább maradjanak ugye a földrészetek egy kézben, inkább a családi gazdálkodók a saját gyermekeikre, a fiatalok felé hagyományozzák ezeket a földterületeket, és leginkább az, hogy magyar kézben maradjon, és ne legyen olyan könnyű ezt harmadik személynek megszereznie. A kormány célja az is, hogy a magyar termőföld többsége a családi gazdaságok művelésében legyen, ne pedig a nagy üzemek használatában. Ezért a családi gazdaságok megerősítése fontos szempont volt az új földtörvény megalkotásakor. A májusi viharok országszerte komoly károkat okoztak a szántóföldi növényekben, a kertészeti kultúrákban és a gyümölcsösökben. Dunaújvárosban és környékén a széllökések azonban nem veszélyeztették a termést. Az előző hetekben egy heves mediterrán ciklon hatására több mint 30 mm-nyi csapadék hullott. Ez kedvezett a búzának. Számolni kellett azonban az erős széllökésekkel is, ami veszélyeztette az idei termést. A vihar szerencsére nem okozott jelentős problémákat a dunaújvárosi szántóföldeken.
Valóban a múlt héten megérkezett a várva várt eső, ha így mondom, mert az esőt nagyon vártuk, és ez a csapadék ez igazán kedvező volt minden növény számára. Természetesen az a nagy szél nem hiányzott, bár én úgy gondolom, hogy itt a Dunajváros környékén azért nagyon nem panaszkodhatunk, hisz ez a szélsőséges időjárás azért, ami volt az ország keleti részén, meg Nyugat-Dunántúlon, az elkerült bennünket. Itt azért a széllökések a 70-80 kilométernél nagyobbak nem voltak. A szakember szerint az eső kedvezett a termésnek, azonban a búza néhány helyen elhajlott, ami megnehezíti majd a betakarítást. Ez viszont nem okoz majd terményhiány Dunaújvárosban is környékén. Ami bosszúságot vagy kárt okozott a növénytermesztés számára, az itt látszik a képen. A búzáink a mélyebb fekvési területeken megdőltek. De ez nem azt jelenti, hogy megtörött a szár, elhajlott a búza. Ebből még nagyon jó termés lehet, ha az idő továbbra még kedvező lesz. A tegnapi nap folyamán elvégeztük a területünkön a gombaölőszeres kezeléseket, sőt, levéltető ellen is kellett védeni a búzáinkat. Most jelenleg még mindig az látszik, hogy azért valamelyest próbál fölállni, egyenesedni ez a búza, de ha nem, akkor nyilván annyi ezzel kapcsolatban lesz, hogy a betakarítás nehezebb lesz, hisz egy dűlt búzát betakarítani a kombányokkal nagyobb problémát jelent, mint hogyha állna, de én bízom benne, hogy terméshozamba ez nem akkora kiesés lesz, hogy ez mérhető. Az országban egyébként a májusi vihar rengeteg kárt okozott a szántóföldeken és a gyümölcsösökben. A szél rengeteg növényt ledöntött, emiatt országszerte sok a veszteség. A tartós esőzés a betakarítást is késleltetheti. Új sportpálya, óvodafelújítás, lakótömbök szigetelése és biztonsági kamerák kihelyezése is szerepel a római városrész rehabilitációs tervei között. Ez leginkább a 4-es választókörzetet érinti, így a körzet képviselője arra kéri a lakókat, legyenek türelemmel a munkálatok végéig. A római városrész rehabilitációs projektje több éves előkészítés után hamarosan látványos szakaszába ér. A 19-10 emeletes ház külső szigetelése és az épületeket körülvevő járda és park szakasz felújítása, megszépítése elsősorban a Váci utcában lakókat érinti. A 4-es számú választókörzet önkormányzati képviselője elmondta, a lakók pozitívan fogadták a terveket. Hát örülnek neki, hogy tulajdonképpen ingyen és bérmentve megújítjuk a városrészt. Legfontosabb dolog az, hogy a projektet szinte minden nap végig kísérve, tehát most már elérkeztünk a gyakorlati szakaszhoz, hogy az első kapavágások megtörténtek. Ma is voltam a körzetben, egyeztetve van a kivitelezőkkel a munkaütemterv, és ezt minden lakóval szeretnénk tudatosítani, hogy ne legyen belőle gond probléma. Tudják azt, hogy mettől meddig tart a munka, hogy a türelmüket addig tartsák legalább ki. Tehát türelemmel legyenek, az örgés, zajkeltés, porkosszal jár ez a munka, de utána gyönyörű lesz. A projekt keretében kívül belül megújul a Pajtás utcai óvoda, a Fáji András utca egy sportpályával gazdagodik, a régi APEC iroda helyét pedig egy non-profit szolgáltató központ veszi át, azonban nem csak a városrész szépítésére, de a közbiztonság megerősítésére is nagy hangsúlyt fektetnek, így 5 térfigyelő kamerát is kihelyeznek majd a városrészben. Jelenleg most 25 kamera van. A kamerák jelenléte sokat segíti a rendőrség munkáját. A térfigyelő kamerák beváltal jó hatással vannak a városlakók szubjektív biztonságérzetére, eredményesen szolgálják a rendőri munkát, és hatékony segítség a közterületeken elkövetett jogsértések visszaszorításában. A fejlesztés alakulásával, a tervekkel és a felmerülő kérdésekkel a lakók minden héten felkereshetik körzetük képviselőjét a fogadóórák során. Endrész Klaudia a Fejér megyei atlétikai diákolimpián távolugrás versenyszámban 572 cm-es országos csúccsal aranyérmet szerzett. A fiatal versenyző a tavaly tragikus körülmények között elhunyt versenytársának ajánlotta fel az érmet. Edzenek a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskolában. A kitartó munkának megvan az eredménye, ugyanis a diákok remekül szerepeltek a megyei atlétikai diákolimpia versenyen. Közülük is kiemelkedik a 13 éves Endrész Klaudia, aki távolugrásban 572 cm-t ugrott, ez országos csúcs. Büszke voltam magamra, az edzőmre is büszke voltam, hogy idáig elvitt, és minden úgy boldog voltam.
A fiatal atléta sportemberi nagyságáról is tanúbizonságot tett, ugyanis az aranyérmet a tavaly decemberben szénmonoxid mérgezésben elhunyt sportolótársának, a sokszoros utánpótlás magyar bajnok atléta Kunzitának ajánlotta fel. Varsóban ismerkedtünk meg, nagyon jó barátok voltunk, és illik ezt az érmet átadnom neki. A lányok többször versenyeztek együtt a korosztályos válogatottban, ráadásul jó barátságban álltak, így nem meglepő Claudia döntése. A sportoló egyébként kitartóan edz, hogy a május 27-i atlétika versenyen is bizonyíthasson. Az internet és a technológia már a kiskorúak körében is egyre népszerűbb, anélkül, hogy a gyermekek felmérnék ennek veszélyeit. Mit tehet egy tanár, ha osztályában kiközösítenek valakit, akinek nincs okostelefonja? És mit tehet egy szülő, ha a gyermekét idegenek zaklatják? Stábunk ezekre kereste a választ. A digitális világ már a gyermekekre is egyre nagyobb hatással van. Sokan már 10 éves koruk előtt találkoznak az internettel. Egy friss felmérés szerint Magyarországon a 6 évesek 5-ön netezik, a 11 és 14 év közötti fiatalok 91%-a játékokat, és mintegy 77%-a már a közösségi oldalakat is használja. Facebookot, meg játékokat, meg ilyeneket. A tinédzserek már egyre bátrabban csetelnek, akár idegenekkel is, ami veszélyeket is rejthet magában. Tudni kell a határt, meg azért én is arra gondolkoztam, hogy azért nincs megadva minden adat, meg hogy egy kép van fönn, meg ilyenek, és akkor már lehet sejteni, hogy nem valódi, szóval nem nagyon hittem, de próbálkoztak már, igen. A gyermekek védelmében a tanárok fontos szerepet játszanak. Itt az iskolában ki tudjuk szűrni azt, hogy veszélyes tartalmakkal találkozzanak, hiszen ugye kontroll alatt történnek ezek az informatika órák. Az, hogy otthon merre barangolnak, ugye az a szülőnek a felelőssége. A veszélyhelyzetek nagy része megelőzhető, ha a szülő minél kevesebbet hagyja egyedül számítógépezni kiskorú gyermekét. Én elsősorban olyan programokat próbálok kitalálni, hogy ne a gép előtt üljön, tehát ezzel már egy védelmet kap. Ha pedig mégis oda kerül a sor, akkor minden esetben megnézem, hogy mi az, amit néz, és milyen oldalt nyit meg. Illetve én nyitom meg neki a kért játékoldalt, tehát egyelőre azért még így nem engedem. Ne hagyjuk. Tehát olyan nincs, hogy ismeretlenekkel úgy csetel az én gyerekem, hogy nem tudom, hogy miről. Olyan nincs. A pszichológus is nyomatékosítja, hogyha a gyermek mindenképpen ragaszkodik a közösségi élethez, mindig figyelni kell arra, hogy kivel és miről beszél. Hogyha már segítünk a kisgyerekünknek létrehozni egy ilyen profilt, akkor tartsuk szemmel. Hát az teljesen természetes, hogy egy ennyi idős kisgyereknél, 10-11-12 évesnél a szülő tudja a jelszót. Együtt jelöljék vissza az ismerősöket. Természetesen ez feltételezi azt, hogy a gyermekünkkel van olyan kapcsolatunk, hogy ő megoszta velünk azt, hogy ki jelölte őt be, és kit lehet visszajelölni, kit nem lehet visszajelölni. Itt a gyerekek figyelmét is felhívnám arra, hogy ismeretlen felnőttet soha ne jelöljünk vissza. Még az ismeretlen gyermek is problémát jelenthet, mert sajnos felnőttek jelentkeznek be gyermekfelhasználó névvel is, és hát nem egy példa volt már ilyen, hogy ebből lett aztán később probléma. Úgyhogy én nagyon felhívnám a szülők figyelmét, hogy ismeretlen gyermeket sem jelölünk vissza, mert nem tudjuk, hogy ki lakozik a profil mögött. Az internet veszélyeire országos szinten is felhívják a figyelmet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Az Internet nem felejt című interaktív osztályfőnöki órákkal figyelmeztetik a középiskolásokat. Csuri Ákos Honfoglalók albérletben című riportkönyvét mutatják be május 21-én szerdán 17 órától a Dunaújvárosi Főiskola a épületének konferencia termében. A kötet a rendszerváltásról szól, amelyben az 1988-tól 2013-ig felvett és megírt riportokat írja le a szerző. 3-3-as döntetlent játszott a DF Greenpad futsal csapata a Vasas együttese ellen. Ezzel mindkét gárda megőrizte esélyét az első osztályba való feljutásra. A bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzésén Nagy Attila tanítványai a tabellán őket egy ponttal megelőző Vasas együttesét fogadták. A tét rányomta a bélyegét a találkozóra, az első negyed órában nem született gól, ekkor azonban Aradi szerzett vezetést a hazaiaknak. Ezt követően egy percen belül a vendégek kétszer is mattolták az újvárosi védelmet, amivel megfordították a találkozó állását. A játékrész vége előtt azonban ismét Aradi villant döntetlenre mentve ezzel az első félidőt. A második felvonásban újabb gólt szereztek a vendégek, így ismét átvették a vezetést.
lépést, a hazaiak azonban nem adták fel, és egy mintaszerűen felépített akció végén Szabó Gergely talált a vendégek kapujába. A döntetlen azt jelenti, hogy a rájátszás utolsó fordulója előtt még 4 csapat juthat fel az első osztályba. Pici csalódottság azért van bennem, nagyon szerettünk volna nyerni, de azt is tudnunk kell, és azt is látnunk kell, hogy ez egy jó csapat volt. A Vasas egy nagyon jól összerakott brigád, hosszú évek óta játszanak ők együtt, nagy tapasztalattal és remek háttérrel, úgyhogy a pici csalódottság mert azért van egy kis sikerélményem is, hiszen egy jó csapattól vettünk el egy pontot. Kis János a vendégek edzője szerint a döntetlen reális eredmény mindkét csapat rászolgált az egy pontra. Az első fél időben azt mondom, hogy karban tartottuk a meccset, a másodikban nem, egy kicsit jobban akart a Dunafer. Azt mondom, hogy a színvonal a pont, ez a legnagyobb gonoszság benne. Úgy hiszem, hogy a rájátszás csapatai még nem érettek az NB1-re, az egyik csapat. Az összes csapatban összeraknék egy csapatot, az sem valószínű, hogy meg tudná állni a helyét, az én véleményem szerint. De ez, én mondjuk nem sok meccset láttam a NB1-ben, meg a többibe, de azt mondom, hogy ettől a mai akarás, a hozzáállások a mindkét csapattól, főleg a Dunaújvárosnak a nagyon akartak, mert azért gyengében álltak föl, mint ahogy ennél erősebb csapat is föl tudott volna állni, és ezt az előnyt nekünk illett volna kihasználni. A rájátszás utolsó fordulójában a DF Grimpet idegenben az azonos pontszámmal álló Vác otthonában lép pályára május 26-án 7 órakor. Szerdán derűs időre számíthatunk, elvétve fordul elő kisebb zápor, tovább erősödik a nappali felmelegedés, 25-29 fok közötti igazi nyárias napunk lesz. Főbb híreink következnek, még egyszer, röviden. A magyar földműveseket védi az új földtörvény. A mezőgazdaságban nem okozott nagyobb kárt a májusi vihar Dunaújvárosban. Számos fejlesztés valósulhat meg a római város részben. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!